Üdvözöllek! A különféle programok esetén azt gondolnánk, hogy célszerű mindig a legújabbat használni, mert hát az a legjobb, abban van a legtöbb funkció, az új funkciók. Azonban igazság szerint azért nem mindig van úgy, hogy az adott szoftverből a legújabb változat a legjobb. Mert azért gyakran kerülnek bele olyan funkciók, amelyekre nem feltétlen van mindenkinek szüksége. Viszont amikor egy programot fejlesztenek, akkor igen gyakori esetben növekszik annak a mérete, illetve a gépigénye is. És könnyen előfordulhat, hogy olyan funkcióknak köszönhetően, amikre úgy igazából nincs szükségünk. Ilyenkor mit tehetünk? Nyilván tehetjük azt, hogy használjuk a régi verziót, csak ezzel az a baj, hogy sok esetben a programok hivatalos weboldaláról nem feltétlen tölthető le a legújabbnál régebbi vagy jóval régebbi verzió. De szerencsére ebben az esetben is van megoldás, azért egyéb weboldalakról általában a szoftverek korábbi verzióit be tudjuk szerezni. Természetesen a legegyszerűbb módja ennek az, hogyha szimplán egy keresőben rákeresünk a program nevére és az adott verzióra, vagy vannak direkt erről célra létrehozott weboldalak, az egyik ilyen az oldversion.com. Ahogy a nevemben is benne van, a programok különféle régebbi verzióit találjuk itt meg. Jelenleg összesen 691 program régebbi verzióját találhatjuk meg. Mondhatnánk azt persze, hogy ez a 691 ez nem olyan nagyon sok, de nyilván ebben a 691-ben a leginkább elterjedt programok vannak benne. Szóval nagy valószínűséggel mindenki megtalálja azt, amire éppen szüksége van. Mint az látható, itt is van egy kereső, illetve itt is van néhány népszerű programból régebbi verzió, de rá is keresünk például a Winamp-re, az ugye eléggé sokak által ismert és használt program. Itt van, kiválasztjuk ebből a listából, és hát itt vannak a különféle régebbi verziók, látható, hogy egészen 97-ig visszamenőleg megtalálható. És hát igen, van belül néhány verzió. Innen ki lehet választani azt, ami szimpatikus, és akkor itt van a download. Mint az látható, letöltés automatikusan elindul, most én ezt nem tölteném le. A másik megoldás, amit említettem is, hogy szimplán egy keresőben rákeresünk, hát milyen verziók vannak ebből, visszamegyek. Mondjuk Winamp 5.2, rákeresünk. És akkor látható, hogy itt kapjuk a találatokat. És akkor innen valamelyiket, valamelyik oldalról ezt le tudjuk tölteni. Itt van a download. Amire figyelni kell, az egyrészt az, hogy egyes programok nem engednek még egy példányt feltelepíteni, ilyenkor a régit el kell távolítani, illetve arra is oda kell figyelni, hogy ne frissítsük, hiszen akkor megint csak visszakapjuk az új verziót, illetve annál újabbat, mint amit mi beszereztünk, régebbi verzió. Egyébként az tökéletesen látszik, hogy hát igen, itt is a méret, hát az szépen növekedett, és hát úgy tipikusan a gépigénye is növekedni szokott a programoknak. Persze nem szükségszerűen, de azért ez ugye eléggé megfigyelhető. Azonban, hogyha egy régebbi verzióra lenne szükségünk, akkor azt ilyen módon könnyedén be tudjuk szerezni.